Az Óbecsei Városi Múzeum néprajzi szakosztályán mintegy 1600 háztartási eszköz és dísztárgy található. Ezeknek egy részét mutatja be az a kiállítás, amelyet Dusán Ivetics, az intézmény etnológiai szakosztályának munkatársa állított össze. Az itt kiállított tárgyakat eddig még sehol sem mutatták be. Azért adtuk a háztartásunk címet a tárlatnak, mert arra az időszakra emlékeztet bennünket, amikor még nem volt áram, és az itt bemutatott tárgyakat használták a háztartásokban. A világítástól a kalácsok előkészítéséhez használt formákon és kerámia tárgyakon át sok minden látható itt, amit azokban az időkben használtak. A tárlaton a múlt században használt háztartási eszközöket tekinthetik meg az érdeklődők. Azokat a tárgyakat látjuk, amik ugye a múlt század első felében és a 19. század második felében jelennek meg ugye leginkább, ezt a korszakot fedi, és azt gondolom, hogy az idősebb polgártársaink például itt sok olyan tárgyat fognak látni, amit az ő szüleik esetleg még ők maguk is használtak. Ilyen szempontból érdekes a kiállítás, hogy az időszak, amit lefed, a tárgyak, amik megjelennek, ezek olyan tárgyak, amik egyesek számára még kimondottan emlék, még mások számára, a fiatalabb közönségünk számára pedig szinte újdonságként hat, hiszen nem találkoztak ezekkel. Nekik viszont olyan szempontból érdekes talán megtekinteni leginkább ezt a kiállítást, hogy összehasonlíthatják azokkal az eszközöket, amiket ma használnak a háztartásban, és hogy ezek hogyan fejlődtek, vagy miben voltak ugyanolyanok. A kiállítás szeptemberig tekinthető meg.